Kísérletünk címe vaspor és kénpor keverékének szétválasztása. Ehhez elsőnek a vasporhoz hozzáadjuk a kénport és elkészítjük a keverékünket. És egy mágnessel fogok közelíteni. Figyeljük meg, mit tapasztalunk. A vaspor mágnesezhető, a kénpor viszont nem. Mivel a kénpor nem mágnesezhető, ezért az ott marad a petri csésze alján, a vaspor pedig szépen kristályosan rárakódik a mágnesünkre.